A Paksi és Gerjeni horgászok alkotta csapaton kívül még öt nemzet képviselte hazáját a Rosszatom nemzetközi horgászversenyén a Finnöbölben. A Leningrádi atomerőmű közelében versenyeztek azok az országok, ahol a Rosszatom atomerőműveket épít, illetve üzemeltet. Így Oroszország mellett Magyarország, Egyiptom, India, Banglades és Törökország képviseltette magát 4-4 versenyzővel. A versenykírás szerint három halfajra horgáztak, süllőre, sügérre és csukára. Az edzésen a hazai vizektől eltérően meg kellett szokniuk a szelesebb vizet, és kitapasztalni, hogy az ingő mozgó hajókban, számukra honnan, milyen pozíciókban a legideálisabb a pergetés. Várszegi Balás profi versenyzői múlttal érkezett a horgászatra, így korábban megszerzett rutinja is segítette, hogy egy csónakba pergetve házpéterrel, a halban gazdag fogással érkeztek meg a verseny napján a lefújás pillanatában. A versenyről csak annyit, hogy az első forduló borzasztóan nehéz volt, nem is sikerült annyira jól, most viszont a, annak alapján a második fordulóban már azért bírtunk jó halat fogni. Ez jó volt látni, hogy ugyanúgy, mint nálunk Pakson, itt is így az erőmű környezetében teljesen egészséges halak vannak, és rengeteg hal van. A magyar csapat számára hatalmas előny volt, hogy a kiírás szerinti halakat jól ismerték, még versenytársai között szép szám alakat, olyan, aki most látott először ilyen halfajokat. A paksi és gerjeni horgászok alkotta csapat az edzésnapot követően kiértékelte, hogy leginkább a sügér kap, így a verseny során erre a haltipusra készítették fel botjaikat. A csalikat illetően elmondták, hogy a kis gumihalak bizonyultak a legidálisabbnak, hiszen a nagyobb csalikkal nem úgy érkeztek a kapások, mint várták. A verseny napján is szinte végig csak az igazán kicsi gumihalakkal pergettek. Meg is lett az eredménye, hiszen az ünnepi vacsorán kihirdetett legtöbb halat fogó horgász külön a paksi kern Ferenc hozta el. Összesen 26 fogast és sügért emelt ki a vízből a két fordulóból álló verseny során. A külön a versenyt követően elmondta, kemény küzdelem volt. A fogásból ítélve állítja, hogy a finnöből bővelkedik halakban. Nagy hatást gyakorolt rá a Leningrádi atomerőmű, és hogy paksiként ismét megbizonyosodhatott egy másik erőmű környezetében horgászva, bőven nyílik lehetőség ott is a pecások számára. Kern Ferenc párjával, Romhányi Tamással csapatban a harmadik helyen végzett. A horgászverseny nagyon tetszett, egy nagyon jó élmény volt. Számunkra teljesen új vizen is kipróbálhattuk a horgásztudásunkat. Tam paksol érkeztünk, ahol szintén van atomerőmű, Úgyhogy jó volt, ott is jártunk már benne többször, jó volt egy kicsit látni az újabb atomerőművet, ami remélhetőleg nálunk is meg fog épülni rövid időn belül. A versenybírók között profi orosz pergető orosz és nemzetközi versenyek győztesei voltak, akiknek munkáját a Csekk köztársaságból és Egyiptomból érkezett ellenőrök segítették. Az eseményen környezetvédelmi szakemberek is részt vettek, akik a halak mérlegelésekor dozimetrikus ellenőrzést is végeztek. A Leningrádi atomerőmű 30 kilométeres körzetébe folytatott több éves kutatás bizonyította, hogy az atomerőmű semmilyen hatással nincs a környezetre, tette hozzá a Leningrádi atomerőmű környezeti osztályának vezetője. A kifogott halakat a mérlegelés után a versenyzők visszaengedték a tengerbe. A tervek szerint a Rosszatom Nemzetközi Horgászbajnokság hagyományteremtő módon minden évben megrendezni a versenyt, bízva benne, hogy ez a horgászok számára is gyümölcsöző lehetőség lenne a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, továbbá a cserére a különböző nemzetek halfajairól. A magyar csapat több helyre is meghívást kapott versenytársaitól, így nem kizárt, hogy legközelebb akár egy indiai horgásztúra élményeiről számolnak be.